Köszöntöm a Zalaegerszegi Televízió nézőit! Önök a Kultúrkör című kulturális magazin műsort látják. Ma is érdekes témákkal, izgalmas emberekkel készültünk. Nézzük, hogy kikkel várom majd Önöket. Megtalálta a helyét. Vendégünk Sümeginé Horváth Anita, a Zalaegerszegi Göcsei Tudásközpont vezetője. Nyitott könyv. Ezúttal Kis Gábor főkönyvtáros beszél meghatározó olvasmány élményeiről. A kultúra szolgálatában Preisinger Éva közművelődési szakemberrel beszélgetünk. A Kultúrkör című magazin szándéka szerint nem csak eseményekről, izgalmas alkotókról és alkotói közösségekről számol be, hanem a háttérben dolgozó kulturális szakemberekről is. Ebből az apropóból köszöntöm szeretettel Preisinger Éva közművelődési szakembert. Jó estét, szervusz! Jó estét, köszönöm a meghívást! Arra gondoltunk, hogy izgalmas lenne bemutatni azokat az embereket, akik nem a homlokzaton szerepelnek, akiket nem ismernek az emberek, de azon dolgoznak, hogy minél több és izgalmasabb és minőségi programot kínáljanak Zalaegerszegen. Te a Keresztúri VMK-ban dolgozol, a múltadat tekintve több mint 10 éve dolgozol ezen a területen. Milyen út vezetett idáig? Igen, nos, hát alapvetően mindig egy olyan attitűddel álltam hozzá a programokhoz, hogy én voltam az, aki mindig mindent megszervezett, ez középiskolába kezdődött már, és aztán az egyetemre érkezvén andragógia művelődés szervező szakirányon végeztem. Nagyjából egyenes út is vezetett a közművelődés területéig, hiszen ahogy megszereztem a diplomámat, úgy egyből az akkori Zala megyei közművelődési intézményhez kerültem, akkor még ugye a megyei közművelődési feladatellátás, hát konkrétan munkatársaként, és koncertkatalin vezetésével vittük nagyon sok éven keresztül a megyei közművelődési feladatellátást, majd átszervezéseket követően a Nemzeti Művelődési Intézet, mint egy állami háttérszervezet vette át a közművelődési feladatellátást, és akkor már kicsit kevésbé volt szabad mozgásterünk abban a működési modellben. Most rendezvényszervezőként melyik terület felett diszponálsz? Most jelen pillanatban a klubkoncertek szervezéséért vagyok felelős a Zalaegerszegi Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központban. De ezen kívül városi rendezvények is kötődnek a nevedhez. Melyiket szereted jobban? Városi rendezvények közül javarészt a mi feladatunk, és nekem a feladatom az a Landorhegyi Jótékonysági Lecsónap. Ezt úgy kell ugye érteni, hogy városrészi fesztiválok szervezésével is meg vagyunk bízva nyilván az önkormányzatok és a települési önkormányzatok részéről, és hát ez a privilégium az enyém, tehát a Landorhegyi Lecsónap, amelyre egyébként most 24-én szombaton fog sor kerülni a Landorhegyi Iskola hátsó udvarán. A klubkoncerteket mióta kötik a te nevedhez? 2021-ben érkeztem a VMK-be, és akkor egyből át is vettem ezt a feladatkört, ami első körben nagyon hát egy izgalmas tapasztalás volt mindenképpen, mert egy új területét ismertem meg a rendezvényszervezésnek, de az elmúlt években úgy gondolom, hogy egész jó tapasztalatokat szereztem, és gyakorlatot a szervezést és a teljes körű lebonyolítást illetően. Ha kívülről nézzük ezt a területet, akkor is azt gondolom, hogy lehet róla sejteni, hogy azért számtalan kihívás áll előttetek, arról nem is beszélve, hogy borzasztó nagy a felelősségetek az ízlésformálás szintjén is. Te mit szeretsz ebben a legjobban, és mi az, ami állandó kihívást jelent? Így van. Mindenképpen nagyon izgalmas, és szerintem az egész rendezvény felépítésének a legszínesebb része mi volt az, amikor összeállítjuk a koncertévadot. Ezt alapvetően Flajsz Gergő igazgatóval egyeztetve tesszük meg, de nagyon szabad kezet, tehát nagyon nagy szabadságot ad nekem ebben. Szabad kezet kapok, és megpróbálunk olyan fellépőket, zenekarokat és együtteseket hívni, akik egyrészt nagyon széles korosztályt el tudnak érni, tehát igyekszünk a fiataloktól elkezdve az idősebb korosztályig mindenkit bevonni, és olyan koncerteket kínálni, melyre széles körű látogatóközönséget tudunk bevonzani. Mindemellett ami nehézségét jelenti ennek a szakmának, vagy ennek a területnek, hogy viszonylag pici az a hely,
ahova mondjuk egy nagyobb zenekart már meg tudnánk hívni. Tehát most gondolok itt arra, hogy a VMK kamaraterme az ugye 580 fő befogadó képességgel bír, és nem egyszer fordult elő, hogy olyan nagyobb zenekarok utasítottak bennünket helyhiányra hivatkozva vissza, akiket egyébként az alegerszegi közönség mondjuk a bármelyik Egerszeg Fesztiválon vagy a Vadpörkölt Fesztiválon is nagyon jó szívvel látogat, hiszen ott ugye megfelelő tér áll rendelkezésre. Ettől eltekintve alapvetően nagyon klassz élmény megszervezni a koncerteket, fantasztikus lehetőséget kínál a kapcsolatépítésre. Én az elmúlt években rengeteg nagyon szuper intelligens és érdekes emberrel ismerkedtem meg, akikkel egyébként azóta is tartjuk a szakmai kapcsolatot, és vannak, akik szívesen járnak hozzánk vissza, például a Blaha Louisiana az egyik olyan zenekar, akiket évről évre nagy örömmel fogadunk, hiszen mindig nagyon szerettek ide járni hozzánk. Mivel ezzel foglalkozol, neked szinte munkaköri kötelesség, hogy rajta tartsad a szemedet a fesztiválokon és az előadókon. Igen. Borzasztó nagy lehet a merítés, hogy ki az, aki jelenleg népszerű a bármely korosztály számára. Mi alapján válogatsz még? Igyekszem úgy válogatni, hogy nyilván követem a trendeket, hogy kik azok a fellépők, kik azok az előadók, akik úgymond nagyot mennek az adott évben. Mindezeken kívül nem csak az ő honlapikat, nem csak a tevékenységeiket követem figyelemmel, hanem olyan nagyobb fesztiváloknak a működési modelljét is tanulmányozom, illetve a partner intézményeknek a működését, akik akár a megyében, akár megyén túl szintén foglalkoznak koncertszervezéssel, és inspirációt tudnak nyújtani ahhoz, hogy kiket is lehet megszólítani, és kiket érdemes elhívni az adott évadban. Nem feltétlenül a kudarcokról szeretnék veled beszélni, de nyilván azért előfordult, hogy bár mindent megtettetek, nem jött elég számú közönség, hogy ezt hogy lehet feldolgozni, hogy ti oda tettétek magatokat, és mindenki oda tette, és mondjuk akármilyen oknál fogva mégsem volt elég nézőszám. Az a szerencsénk, ami egyben ugye a hátrányunk is, ahogy az előbb kiemeltem, hogy ebben a VMK-ban ugye kettő helyiségünk van, ahol koncerteket szoktunk tartani, és hogyha úgy látjuk, hogy van olyan zenekar, akinek a fellépésére kevesebb érdeklődőt, már ugye az elővétel alapján látjuk, nagyjából tudjuk pozícionálni, hogy melyik helyszínen fog megvalósulni, tehát konkrétan a VMK kaféra gondolok, és ugye a kamarateremre ez a két helyiségünk, akkor tudjuk pozícionálni a kávézóba. Előfordult olyan már néhány alkalommal, hogy a vártnál kevesebb nézőszám érkezett meg. Hát anyagi szempontból, hogyha ez így kérdés lenne, az a szerencsénk, hogy minden évben az NK a hangfoglaló pályázatnak a pályázatát azt javarészt megnyerjük, úgyhogy ez biztosít lehetőséget nekünk arra, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a koncerteket. Végezetül arra kérlek, hogy a jövőt tekintve említs néhány zenekart, akikre biztosan számíthatunk az őszi időszakban Zalaegerszegen. Nagyon régóta szerettük volna meghívni a Kis Csillagzenekart, és nagyon nagy örömünkre hosszú évek után először most ismét ellátogatnak a VMK-be, tehát ők indítják az őszi koncertévatot októberben, de érkezik majd hozzánk az Anna and the Barbies zenekar is, akiket még nem láttunk vendégül a VMK színpadán, legalábbis amióta én itt dolgozom, a Blaha Louisiana ugye visszatérő fellépőnk, és hát lesznek még meglepetés vendégek, akiket még nem szeretnék elárulni. Jó munkát kívánok neked és sok nézőt, illetve hallgatót. Köszönöm szépen, hogy köszönjük itt voltál. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Folytatódik a Nyitott Könyv sorozatunk, amelyben vendégeinket arról kérdezzük, hogy melyek voltak élete meghatározó olvasmányélményei. Ezúttal Kis Gábor főkönyvtáros mesélt nekem erről. Én ugye az életkoromnál fogva ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik valószínűleg a legtöbbet olvasta Magyarországon. Ugye én 57-ben születtem, és a könyvkiadás és a könyvekhez való hozzáférési lehetőség igazán akkor futott fel, vagy a következő időszakban futott fel. Tehát magyarán sokkal több lehetőségünk volt olvasni, mint az elődeinknek, de a televízió még nem
volt olyan mértékben, nem uralta el a szabadidőt és a környezetet, mint ahogy a következő évtizedekben. Tehát az a generáció, amelyik ugye az 50-es, 60-as években született és nevelkedett, annak elsősorban a könyvek jelentették a mindent, a tájékozódást, a tanulást, a kikapcsolódást, a szórakozást. És hát ugye a 70-es évektől, ugye, amikor a televízió kezdett tömegessé válni, nyilván már elvitte akkor az időnek egy részét, meg az érdeklődésnek egy részét is. Tehát én, nekem is az életem az tulajdonképpen egy olvasási környezetben kezdődött. Ehhez nyilván azt is hozzá kell számítani, hogy tehát én olyan családban nőttem fel, ahol a tudásnak és a mondjuk így a műveltségnek vagy a tájékozódásnak nagyon komoly presztízse volt. Azzal együtt, hogy a családunk, ugye egyik fele egy paraszti család volt, a másik meg egy iparos család, de mindenki olvasott. Nagyon-nagyon sokféle impulzus volt, sokféle tudnivaló volt. Ugye a Monok István, aki az Akadémiai Könyvtár főigazgatója, itt érettségizett ugye az egykori Dimitrov középiskolába, és ő szokta mindig mondani, hogy nincs haszontalan tudás. Valami mindig valamire jó lesz. Nekem akkor is a Pál utcai fiúk egy hatalmas nagy élmény volt, és az Egri csillagok is nyilván nagyon nagy élmény volt, főleg ugye kis gyerekként, amihez még hozzátartozik egy másik olyan könyv, ami annak idején nagyon népszerű volt, ez a Mondák könyve, amit Komjáti István írt. Az is egy nagyon nagy élmény volt, mert az, hogy mondjam, tehát a magyarságot, a magyar, nem tudom, identitást talán abból szívtam először magamba, ebből a könyvből, ebből a Mondák könyvéből. Hát aztán ezres nagyságrendben lehetnének. Az egyik kedvenc szerzőm az Krúdy Gyula. Nagyon szeretem a stílusát is, meg. Hát, és például az a hangulat, amiről az elején beszéltem, tehát a Molnár Ferenc féle régi Pest hangulat, egy másik megvilágításba a Krúdy Gyulának a művein keresztül jön vissza, aki ugye a Nyíregyházáról Pestre költözött, és aztán onnantól kezdve ugye nagyon sok pesti témájú könyvet írt, ugye ez a régi Pest, a Józsefváros, a Ferencváros, a Tabánnak a világa. Amikor egyetemi hallgató voltam, akkor is sokat jártam ezen a területen. Én ezt a Pestet szeretem, a mostanit nem annyira. Mert hát Zajosnak is tartom, meg nyüzsgőnek, szóval úgy neurotizálja az embert. Ugye a régi Pest az nyugalmasabb volt. Kedvelem a Márai Sándort. Amikor gyerek voltam, akkor is hát rengeteg, akkor például Móricz Zsigmondot nagyon-nagyon szerettem. Rengeteg Móricz Zsigmond művet olvastam. Ugye ezek megvoltak akkor a háztartásokban. Azzal együtt, hogy ez nem a mi dunántúli világunk, az inkább ugye egy alföldi világot feltételez, de hihetetlenül erős az írás kultúrája, az írás művészete Móricznak. Hát ma már nem nagyon olvassák. Én nagyon szerettem Tamási Áront. És hát ugye, ami még gyerekkorunkból hagyományozódik, ugye a természet és a természet szeretete, hiszen egy olyan környezetben éltünk, egy természeti környezetben, Fekete István és Széchenyi Zsigmond, ugye ezek voltak még, akik a nagy kedvenceim ebben a tekintetben. Én is nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon szeretem a természetes világot. Nagyon kevés időm van kiszabadulni, de igazából akkor érzem jól magam, és ezek valami olyan hangulatot tudnak közvetíteni, ami hát az én számomra egy nagyon fontos dolgot jelent. Ha valamit olvasok, akkor annak van tétje általában,
A történelemben van az, én ugye a történelmi könyveket is úgy olvasom, mint a szépirodalmat. De ott például sok összefüggés van, és akkor ugye egyik utal a másikra. Most olvastam épp előtte egy nagyon érdekes könyvet, Trianon enciklopédiának hívják, és azok a történészek, azok a neves történészek, akik a 20. század elejének, meg a két világháború közötti időszaknak a történetével foglalkoznak, ők állítottak össze egy úgynevezett Trianon enciklopédiát, amiben ilyen rövid 3-4 oldalas írások vannak, minden, ami összefügg azzal a változással, ami 1918 után következett be Magyarországon, és hihetetlenül érdekes ez is. Az életutak, az események, hogy miből lettek, hogy lettek. Tehát én nekem ez is egy nagyon nagy élmény. És ezek azért is fontosak, mert rengeteg ilyen beidegződés, vagy ilyen toposz, úgy mondják ugye a történészek, tehát az, amit feltétlenül el kell mondani valami eseménnyel kapcsolatban, ugye ezek élnek a köztudatba, és akkor ezeket halljuk vissza. Miközben hát a valóságban sokszor kiderül, hogy köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, csak lenne több alkalmunk, hogy erről, ezekről a dolgokról beszéljünk. A teljes beszélgetést az Alegerszegi Televízió YouTube csatornáján mostantól megtekinthetik. Igazán ajánlom, nagyon tartalmas beszélgetés volt, és ezúton is köszönöm Kis Gábornak, hogy vállalta ezt a beszélgetést. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Sümeginé Horváth Anitát, annak apropóján a Göcsei Tudásközpont vezetőjét, hogy ősszel lesz egy éve, hogy ezt a pozíciót betölti. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok! Az volt a felvezetés, azt gondoltam, hogy nagyon kétélű és vicces meghatározás, hogy megtalálta a helyét, és egyrészt rád gondoltam, másrészt pedig az intézményre. Így megelőlegeztem ezt a dolgot, úgyhogy kezdjük ezzel, hogy te megtaláltad a helyedet? Így van, 100%-ban így van. Mert amikor oda kerültem a Tudásközponthoz, igazából még nem tudtam, hogy valójában milyen feladatokat kell ellátnom, mi az, amivel a Tudásközpont Zalaegerszegi helyi termékpiac foglalkozik, és amikor már belevetettem magam a munkába, akkor jöttem rá, hogy hát ez az, amit szerettem volna csinálni mindig is, és ez az, amiben az addig összegyűjtött tapasztalataimat hasznosíthatom. Előtte én 24 évig tanítottam általános iskolában, és mindig is nagyon fontos volt számomra a hagyományőrzés, a hagyományok átörökítése. Én magam is kutattam, és kerestem azokat a lehetőségeket, hogy megismerjem hagyományainkat, és elsősorban a szűkebb hazánknak, Göcsének, Zalának a hagyományait. És megkerestem azokat a gyerekeket is, akik fogékonyak voltak rá, és átadhattam nekik ezt a tudást. Aztán később a Göcsei Múzeumba kerültem, ahol rendezvényszervezőként, közönségkapcsolati osztályvezetőként ugyanezzel foglalkozhattam gyakorlatilag, mert hogy a Göcsei Falu Múzeumban is a rendezvények hozzám tartoztak, és ott mind ezeket a göcsei hagyományokat éltettük, megmutattuk. És itt a Göcsei Tudásközpontban pedig folytatom, de már sok-sok tapasztalattal. Ugye tulajdonképpen azért rád várt a feladat java, hogy pozícionáld ezt az intézményt részint, mint tudásközpont, részint, mint helyi termékpiac egy olyan területen, ahol azért számtalan intézmény, kulturális intézmény, könyvtár, múzeum is helyet kapott, és nagyon sok innovatív új ötlettel lendítettétek fel a kollégáiddal együtt ezt a épületet, új funkciókat adva neki. Említetted, hogy ez neked nagyon testhez álló feladat volt, de hogyan indultál el, amikor ott felmérted a terepet, hogy milyen elképzelésed volt arról, hogy merre felé menjetek, ami be fog válni? Hát igen, mint a
földrajzilag is az elhelyezkedéséből adódóan is több kulturális intézmény található ott a belvárosban, mint pedig az egész városban több kulturális intézmény van. Viszont már a múzeumos időkből tudtam, hogy azért minden intézménynek megvan a maga arculata, megvan a maga profilja, amivel igazából foglalkozik. Na most vannak párhuzamosságok, mert vannak, de hogyha minden intézmény szépen ragaszkodik ahhoz, hogy azzal a területtel foglalkozik, ami az ő fő feladata, akkor ez nem gond. Illetve figyelünk egymásra. Figyeljük azt, hogy ki mivel foglalkozik, mikor szervez egy-egy rendezvényt, és hát legelőször is azért föl kellett mérni azt, hogy milyen rendezvények élnek meg ott a Göcsei Tudás Központ, a legerszegi helyi termékpiacon, mi lehet a specialitás, és mi az, amire igény van. Tehát nagyon fontos volt, hogy folyamatosan azért egyeztessünk mind a kulturális intézményekkel, és azokkal az emberekkel, akik megfordultak ott a piacon, a Göcsei Tudás Központban. Ez azért egy hosszabb folyamat volt. Hosszabb folyamat volt, mert amikor én oda kerültem, apropója az volt, hogy akkor lett önálló az intézmény. Előtte a vásárcsarnokhoz tartozott, a vásárcsarnok telephelyeként működött. A vásárcsarnoknak meg volt az apparátusa arra, hogy a piacot működtesse, tehát akik a tudásközpontban dolgoztak, őnekik ezzel nem kellett foglalkozni. Épp elég feladat volt az is, hogy egyáltalán a házat élővé tegyék, hogy bevonzák oda az embereket, hogy kitalálják, hogy milyen programok legyenek, de magával a piaci, napi piaci tevékenységgel nem kellett foglalkozni. És tavaly 2023. november 1-től önálló lett az intézmény, és hát mindenkinek meg kellett azt tanulni, hogy lehet működtetni együtt a két intézményt, a zalaegerszegi helyi termékpiacot is, meg a Göcsei Tudás Központot is. De aztán jöttek a rendezvények. Ugye, mint Göcsei Tudás Központ, nagyon fontos, hogy a göcsei hagyományokat megmutassuk, összegyűjtsük azoktól a közösségektől, hagyományőrző csoportoktól, akár itt Zalaegerszegen is, de a göcsei falvakban, akik még ezeket a hagyományokat ápolják, tudják, és hogy ezt továbbadjuk. Úgyhogy elkezdtük azzal, hogy Márton napot szerveztünk, Erzsébet napot szerveztünk, tehát olyanokat, amik gondoljuk, hogy az emberek bejönnek, érdekli őket, és mindez hozzákapcsolva a piachoz. És bejöttek, és érdekelte őket? Igen, 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 igen. Szerencsére, hogy azok a termelők, őstermelők, kistermelők, akik ott árusítanak nálunk a helyi termékpiacon, ők nagyon szívesen együttműködnek velünk. Valamint vannak kis üzleteink is, 6 kis üzlet, amit szintén kistermelők bérelnek. Ők is ott árusítják a portékáikat, és ők is bekapcsolódnak ebbe a munkába. De mondhatnám a két vendéglátóüzletet, a portékát és a parázsbisztrót, amik szerencsésen megnyitottak szintén 2023-ban, hogy ővelük is nagyon jó együtt dolgozni. És a legnagyobb hátterünk a Göcsei Kézműves Egyesület, akik szintén segítenek bennünket. A műhelyekben dolgozó kézművesek, de azok is, akik kézműves élelmiszert állítanak elő. Ők mind-mind jönnek, és ha kell, akkor foglalkozást tartanak, bemutatót tartanak, kóstolót tartanak, az ötleteikkel segítenek minket. A kézművesek között nincs rivalizálás. Így többször használtad ezt a szót, hogy jó az együttműködés mindenkivel, és jó ezt hallani, úgyhogy erről még beszéljünk egy kicsit, hogy akkor mindenki abszolút együttműködő, és belátja azt, hogy együtt többre mentek ezen a szinten is. Így van, így van. Nálunk 3 kézműves műhely működik.
Ezek nyitott műhelyek, ez azt jelenti, hogy akik ott dolgoznak, ő hozzájuk bármikor jöhetnek látogatók, lehet bejelentkezni foglalkozásra, tehát ők maguk ott dolgoznak, tehát mint munkahelyként is funkcionál, de mint bemutató helyként is. És van több fazekasunk, van több csipkekészítőnk, van több nemezelőnk, de nagyon jól beosztjuk, hogy ki az, aki az adott foglalkozást el tudja vállalni, ráér, de van úgy, hogy olyan nagy létszámú csoport érkezik hozzánk, hogy azt mondjuk, hogy akár ketten vagy hárman is tudnak jönni foglalkozást tartani, hogy tényleg a gyerekeknek ne kelljen ott ácsorogni, várni, hogy na, mikor kerülök sorra. Ha már szóba hoztad a gyerekeket végezetül, szintén egy ilyen álnai vagy provokatív kérdés, hogy nagyon sikeresek voltak a nyári táboraitok, ha jól tudom, és most nyitottatok új területek felé is. Például volt médiatábor, hogy csak a legkurrensebbet említsem, de hogy azért próbálkoztok mindennel, ebből csak arra akartam kiukadni. Így van, így van. Először még visszatérnék a beszélgetésre, hogy itt a kézművesek kapcsán. Vannak olyan kézműveseink, akik népművészek is egyben, népművész vagy iparművész, de a kézművesek, tárgyalkotó kézművesek nagy része olyan, aki megtanulta az adott szakmát, a fazekasságot vagy a bőrművességet, de nem kimondottan a népi vonalat követi, hanem felhasználva a népi módszereket, a népi motívumkincset, modern dolgokat készít, és modern dolgokat mutat a gyerekeknek, de nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is. És ez az, ami újdonságunk igazából, hogy olyan kézműveseket is be tudtunk vonzani, akik új dolgokat hoznak, új módszereket, új alapanyagokkal, és ezt a kiállításokban is megmutatják. És ezt használjuk föl a táborokban is. 4 turnus kézműves táborunk volt, hát ahol az alap volt az, hogy a gyerekeknek minél több kézművességet megmutassunk, minél több kézműves technikát, nagyon élvezték, nagyon szerették, de ezen kívül minden turnusban volt olyan plusz foglalkozás, olyan plusz elem, ami nem kézművesség volt, de úgy földobta a tábori hangulatot. Ennyi fért bele, de remélem, hogy még lesz alkalmunk erről beszélni. Látom, hogy tényleg nagy lelkesedéssel és örömmel beszélsz erről, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy most válaszoltál a kérdéseimre, és biztos vagyok benne, hogy még folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Ennyi fért a mai kultúrkörbe, köszönöm, ha velünk tartottak, abban bízom, hogy találkozunk jövő héten is. Nézzék meg a YouTube csatornánkon a Kis Gáborral készült teljes beszélgetést, viszontlátásra! A műsorvezető sminkje Barbara kozmetikájában készült. A műsorvezetőt a Margó Szalon öltöztette.